igennel 76-an, nemmel 3712-en szavaztak a kvóta népszavazáson Sárospatakon. 246 érvénytelen szavazólapot adtak le a voksolásra jogosultak. Aras János polgármester kiemelte a városban élők többsége, most is kinyilvánította véleményét. Megragadom a lehetőséget, hogy minden sárospataki választásra jogosult személynek megköszönjem azt, hogy élt állampolgári jogával és a tegnapi népszavazáson részt vett, és a nemek arányát tekintve együttesen döntöttünk úgy, hogy nem kívánjuk kockáztatni Magyarország jövőjét. Az országos adatokhoz hasonlóan nálunk is 38,99% volt a részvételi arány. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben többen mentünk el szavazni, mint mondjuk a két évvel ezelőtti helyhatósági választáson, hiszen a választásra jogosult 10.276 személyből több mint 4.000, pontosan 4.038-an vettek részt a szavazáson, és az ő 98 százalékuk úgy döntött, hogy 3712-en úgy döntöttek, hogy egy határozott nemmel nyilvánítunk véleményt ezen a népszavazáson. Mindösszesen 76-an voltak, tehát 2,01 százalék, akik igennel voksoltak. Még egyszer megköszönöm minden Sáros Patakinak. Én azt hiszem, hogy ezt a hatalmas eredményt, ezt az óriási nem szavazati arányt, ezt Brüsszelnek, az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek mindenképpen figyelembe kell majd vennie. A sajtótájékoztatón az is elhangzott a polgármestertől, hogy a választó polgárok Sárospatakon valamennyi szavazás alkalmával hasonló mértékben járultak az urnákhoz két évvel ezelőtt mindösszesen 3600-an mentek el szavazni, vagy hogyha országosan figyelembe vesszük azt, hogy az európai parlamentbe való belépésre, az unióba való belépésre is jóval kevesebben szavaztak. Én azt hiszem, hogy ezt a több mint 3 millió nagyon határozott nem szavazatot mindenkinek figyelembe kell majd vennie. Bízom benne, hogy Brüsszel is meg fogja érteni azt, hogy nem dönthet, nincs is felhatalmazása dönteni olyan kérdésekben, amelyek egy-egy ország szuverenitását érintik a Magyarországon kialakult helyzetről és arról, hogy akar-e Magyarország és ha akar, milyen feltételekkel idegeneket látni az országban, arról a magyar embereknek kell döntenie. Éppen ezért köszönöm azoknak, akik fontosnak érezték azt, fontosnak érezték azt, hogy mi nyilváníthassunk véleményt, és elmentek szavazni, éltek állampolgári jogokkal, és különösen köszönöm azoknak, akik nem mertették ezt.